Vasárnap a katolikus templomban bérmálkozást tartottak, ahol a fiatalok elnyerték a keresztény nagykorúságot. Testvéreim, akiket az Úr szeret, tudjátok, hogy kiválasztottak vagytok. Hallottuk az imént Szent Pál szavait. És nem véletlenül hangzottak el a szavak, hiszen érvényesek rátok, akiket most kiválasztottunk, hogy a bérmálás szentségében részesüljetek. Akik percek múlva Szentlélek ajándékainak teljességét fogjátok elnyerni. Missziós vasárnap van. Szemléljük, hogy az egyháznak missziós küldetése van. És amikor ezt halljuk, akkor automatikusan arra gondolunk, hogy igen, 1500-as években bizonyos szerzetesek, misszionáriusok hajóra szálltak és elmentek távoli földrészekre. És ez az egyház missziós küldetése. Igen, szerzetesek elmentek hajókra szállva távoli kontinensekre, hirdették az evangéliumot, de nem csak ez az egyház missziós küldetése, hanem mindannyiunknak van küldetése. És amikor most rátok tekintünk és értetek imádkozunk, akkor így is imádkozunk értetek, hogy találjátok meg azt a küldetést, azt a feladatot, amit az Úristen nektek szánt, amit csak ti tudtok legjobban végrehajtani, elvégezni önmagatok és embertársaitok javára. Pünkös vasárnapi evangéliumi szakaszt hallhattuk az imént, amikor is Jézus így szólt az apostolokhoz, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ez is el fog hangzani pár perc múlva, hogy ti is vegyétek a Szent Lelket. Nyitott szívvel fogadjátok azt a Szent Lelket, akinek érkezésére, akinek kenetére, ugyan most rövid ideig, de mégis felkészültetek. És felkészülve várjátok a Szentlélek ajándékait. És utána hallottuk, hogy Jézus azt mondta, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Igen, küldetéstek van. Küldetéstek van, és ezt nektek kell majd felismerni, hogy mi az a küldetés, amire az Úristen benneteket rendelt. Mert mindannyiunknak van egy küldetése, egy hivatása, amiben boldog tudunk lenni, amiben valami nagyot és szépet tudunk alkotni. Mindenkinek van küldetése, ez biztos. A kérdés csak az, hogy felismerjük-e, rátalálunk-e, és ki tudunk-e benne teljesedni. Az apostolok, amikor ezt hallották az zárt ajtók mögött, akkor nagyon meglepődtek. És nem is véletlen az, hogy Jézus így szólt hozzá, hogy békesség nektek. Hiszen az elmúlt napok eseményei, nagycsütörtök éjszakája, Jézus elfogása, az ő szenvedése, kereszthordozása, a nagypéntek gyalázata nyilván felkavarta, megváltoztatta az apostolok életét is. És nem várták ezt, hogy 3 nap múlva Jézus feltámadva legyőzi a halált, eléjük áll, és megadja nekik a Szent Lelket. Mondhatjuk azt is, hogy mi életünket is felkavarták az elmúlt hónapok eseményei. De mégis itt vagyunk, együtt vagyunk, mint hogy az apostolok együtt voltak, és közösen imádkozzunk a Szent Lelke eljöveteléért. És ahogy a nők is megkapták a Szent Lelket, és teljesítették azt a küldetést, azt a feladatot, az Úristen nekik szánt, ezt kell nektek is tennetek. Nyitott szívvel fogadni a hozzátok érkező Szent Lelket, és elindulni. Elindulni az élet azon útján, melyet csak ti tudtok megjárni, melyet csak ti tudtok megvalósítani. Tudatos döntések állnak előttetek, pályaválasztás, életpálya, életút, párválasztás, döntések. Döntések, amiket Isten szándéka szerint kell, hogy meghoznatok. És ezért kapjátok most a Szent Lelket, hogy életetek hátra lévő részében tudjatok jó döntéseket hozni. Tudjatok az Isten szándéka szerinti döntéseket hozni, és megtapasztaljátok, igen, az ő áldása az életeteken lesz. Most egy külön szentséggel erősítnek benneteket, megerősít, mert szükségetek van az ő segítségre és kegyelmére. Fogadjátok nyitott szívvel ezt a megerősítést. Fogadjátok nap mint nap nyitott szívvel az Isten áldását és kegyelmét. Hiszen szükség van az Isten áldására. És amikor majd a Szent Mise végén áldást kaptok, mindannyiunkra kérjük az Úristen áldását, akkor nyitott szívvel fogadjátok az ő áldását. 15 füzesabonyi fiatal részesült a bérmálás szentségében.
Könyörögjünk a szülőkért és a Birma szülőkért, hogy szavunkkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a Birma általakat Krisztus követésére. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk Ferenc pápáért, Csaba érsekünkért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét, Krisztus úrunk eljöveteléig. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást fai, és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg!